Molnárné Kovács Nikoletta már régóta a Tala község lakója. Szereti ezt a települést, szívesen megtesz érte sok mindent. Számára természetes, hogy most itt van és támogatja a rendezvényt. A gyerekeink is ide születtek, és szeretnénk, hogyha ez a falu teljes mértékben tehát fejlődne. És jó, hogy vannak ezek a jótékonysági bálok, mert ezekből a pénzekből azért elég jó dolgokat szoktak összehozni. Elég jó dolognak tartom azt, hogy ezek a pénzek olyan rendezvényekre mennek, mint például most volt a húsvéti hagyományőrző locsolás, amit én szoktam szervezni. Immár ugye ez a második év, hogy megszerveztük idén, és azt mondom, hogy nagyon jól sikeredett, és ugye tehát a zenészt is ki kellett fizetni, és ezekből a pénzekből vannak finanszírozva. Az attalai lakosokon kívül akad olyan ember is, aki más településről származik, azonban egyéb kötődése miatt most mégis támogatja a jótékonysági rendezvényt. Én azért tartom fontosnak, mert egy kicsit összehúzza a lakosságot, egy csapatépítő jellegű ez az egész történet. A barátok, a távoli rokonok így össze tudnak jönni, és egy közös, nagyon jó célt képviselni, hogy a falut, egy alapítványt, egy jótékonysága, itt legyen ez bármi, itt egy falut ugye képviselünk, és támogatjuk, amint lehet. Akár egy ajándéktárgyal, egy tombola felajánlással, akár anyagi támogatással. A jó hangulathoz elengedhetetlen a jó zene. Bodó Peti 17 éve báli és lakodalmas zenét játszik. Most is ő fogja a talpalávalót húzni. Régebben jár zeneiskolába, és akkor jött az ötlet, hogy ezt a fajta zenét szeretné folytatni későbbi élete során. Sok száz dalt kell tudni. Igazából mindig megvannak az aktuális lágerek, minden évben jön egy új szinte, ami egy évig is, kettőig is láger, és mindig az új dalokat is megtanulom és játszom. Szintetizátorral énekel, én zenélek, apa pedig énekel velem. Szoktam kísérni csapatokat zongorán, vagy hogyha vannak rendezvények, most például egy Petőfi évforduló alkalmából egy rockszínkörrel lépek fel Petőfi születésének 200. évfordulóján. Húsvétkor itt a Talában harmonikával locsoltuk meg a hölgyeket, lányokat. Ez már hagyomány tavalyi évben is volt. Tavaly kezdtük itt a faluban, és szerintem nagyon nagy sikere volt ennek a hagyománynak is. Itt a környékben, Somogyban és Tolnában zenélek legfőképpen. A több mint 15 éve alakult Attala községért közalapítvány fő célja a település iskolásainak támogatása évente egy alkalommal. A legjobb tanulmányi eredményt elért tanuló minden évfolyamon kap egy bizonyos összeget tanulmányai további megsegítésére. Plusz a Burza Hungarika egyetemistáknak, főiskolásoknak van egy pályázat, és abba is az alapítvány beszáll, és azt is támogatjuk, így az önkormányzattal együtt. Valamint az iskola és az óvoda részére szoktunk mindig felajánlásokat, most éppen tavalyi évben az általános iskolásoknak mi vettük meg a ruháikat, a táncos ruháikat, a néptáncos ruháikat, tehát megkeresnek bennünket, hogyha valamire szükségük lenne, ők nem tudják finanszírozni, hogy az alapítvány be tud-e segíteni nekik, valamint a községben lévő rendezvényeket. Nagyon sok a felajánlásunk valóban, a községben lakóktól kaptunk nagyon sokat, van, aki csak pénzadományt adott, mert az alapítványunknak valóban csak ebből a bevételből, a bál bevételéből és az 1%-os felajánlásokból van, és itt nagyon sokan adtak pénzadományt, nagyon sok tárgyadományunk van, Dombováról nagyon sok üzletvállalkozó, aki ajánlott fel, éttermek, hát rengeteget lehetne felsorolni, akik adtak adományokat, és hát ezt reméljük, hogy az itteni bálozók nagy örömére fogjuk kiosztani. Mivel az alapítványunk ugye abból szerzi a bevételét, hogy bált rendez és az 1%, tehát mi minden alkalmat megragadunk arra, hogy azt mondjuk, hogy aki csak teheti az 1%-át, az a községünknek, az alapítványnak ajánlja fel. A tagok is részt vesznek az önkormányzat által szervezett rendezvényekben is. A hétvégén megrendezett jótékonysági bál belépőjegyeiből, a tombolatárgyainak bevételéből és a pénzadományokból összejött összeggel sikeresen tudja céljait megvalósítani, mint például az ösztöndíjpályázatokat is kifizetni, az Attalai Községért Közalapítvány.